A héten az Újpest is elkezdte a felkészülést az NB1 július végi rajtjára. Az előző szezonban ötödikként záró Lila Fejéreknél egyelőre a tulajdonosváltás váltás jelenti a legfőbb témát, de a játékosok alig ezzel foglalkoznak. De hogy akkor pontosan mivel, azt Andrus József kapus edzőtől már is megkérdezem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na no, hát, ö, hogyan telik az első hét itt újra a pályán? Hát belevágtunk a közepébe. Elegedő volt uh, a nyári szünet? Uh, nem most egy elegendő, kicsit több is volt, mint amit mi megszoktunk. Úgyhogy én már nagyon vártam, hogy kezdjük el a felkészülést. Két edzéssel készülünk minden nap, belevágtunk a kellős közepébe. Ugye szerbe edzőnk van, ők nem a lájtos munkáról híresek, tehát napi két edzés és, és kegyetlenül meg vannak hajtva játékosok. Úgyhogy két hétig itthon készülünk, és utána elmegyünk 12 napra Ausztriába edzőtáborba, ahol már komoly csapatokkal játszunk edzőmérkőzéseket, és akkor így készülünk fel a bajnokságra. De egy kicsit nyugodtabb lehet a felkészülés, mint a tavalyi legalábbis ugye abból a szempontból, hogy az előző szezonban a Nemzetközi Kupában szerepelt az Újpest, most ugye nem az ötödik hely miatt, de hogyha a szigorúan csak a felkészülést meg a keretösszeállítást nézzük, akkor akkor ebből a szempontból előny, hogy most nincs a Nemzetközi Kupa? A Dárdai Palitra hivatkoznék, aki azt mondta, hogy az a csapat, amelyik nemzetközi kupába indul és nem képes a keretét jelentősen megerősíteni, tehát ugyanazzal a kerettel indul, amelyikkel befejezte a bajnokságot, az kb. mínusz 6 helye bajnokságban. Na most az kieső pozíció. Tehát nekünk ilyen értelemben, e, hát nem szerencsés, mert mindenki az, arra törekszik, hogy a legjobb eredményt elérje és kikerüljön ki, 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 ki a nemzetközi porondra és megmutassa saját magát, különösen a játékosok. De azt gondolom, hogy e, az Újpest jelenlegi helyzetében nem baj az, hogy nem indulunk nemzetközi kupában. Akkor az előző idejében ennek is köszönhető volt szerinted, hogy, hogy, hogy sokáig ott voltatok a Mindenképpen. Egy egészen elkönyve. más típusú felkészülést kellett akkor végezni. Mi azt, akkor is azt mondtuk, hogy próbálunk úgy felkészülni a nemzetközi kupára, hogy a bajnokságra koncentráljunk. De hát ha játszol, játszol szerdán, játszol szombaton bajnoki mérkőzés, mert ugye már belecsúszott a kupa menetelésünk a, a bajnokságba is, uh, utazol, hazajössz, tehát nem tudsz normálisan edzeni, megsérülnek a játékosok, ha nincs elég erős kereted, akkor ez a szerda-szombat ritmus, úgyhogy nemzetközi mérkőzés is van benne, ez kicsinálja a keretet. Tehát gyakorlatilag két-három sérült játékossal fejeztük be a kupamenetelést, akik nem tudtak a bajnokságban játszani, természetesen uh, ez is belejátszik, hogyne. A magyar csapatok akkor uh magyar csapatok számára mondhatjuk, hogy nem éri meg uh, annyira megerősíteni a, a keretet, hogy, hogy, uh, hogy, a nemzetközi kupára is uh, oda koncentráljanak? Mert ugye nagyon sok mérkőzést, meg páratot kell megnyerni a főtáblához. Ugye gyakorlatilag a Ferencáros lehet az egyetlen kívül. Igen, így van, így van. Tehát nagyon sok pénz kell hozzá. Tehát hogyha ha annak az esélye megvan, hogy a főtáblára kerüljél, annak anyagilag már megvan az értelme. Tehát uh, ott van értelme annyi pénz beletenni a játékos vásárlásba, mert ott visz, meg fog térülni, és valószínűleg a Ferencvárosnál látjuk, hogy annak a többszöröse meg fog térülni. Az a, azok a csapatok, akiknél nem nagyon van esély a főtáblára kerülni, és most az Újpestnek a jelenlegi helyzetében, remélem az, ez ezért változni fog a tulajdonos váltással, nem nagyon volt esélye bekerülni a főtáblára, ott nem nagyon van értelme úgy a keretet olyan játékosokkal, hogyha kiesel közben, egész fizetni kell őket, az, az iszonyatos pénz. Mi a helyzet az edzők kérdéssel? Ugye mi az, amit tudtak erről? Ki irányítja most a felkészülést? Ugye Milos Kruscsicsal fejeztétek be a, a, szezon, és ugye a sajtóban azt lehet olvasni, hogy egyáltalán nem biztos az ő maradása. Tehát gondolom, akkor itt is minden a tulajdonos váltástól függ. Szóval, hogy most milyen hangulatban zajlanak egyáltalán az edzések? Tehát mi, a Krusics is, meg mi is hát úgy készülünk, vagy úgy, úgy állunk ez az egész történethez, hogy ő a vezetőedző, sikeres szezont zártunk vele, egyébként egy fiatal edző, valóban fiatal edző is, és az edzői szakmának az elején jár, de egy, egy valóban egy nagyon tehetséges karakán, tudja mit akar, tanítja a játékosokat, kiveri a csapatból azt a típusú játékot, amit ő látni szeretne, tehát jó úton járó edző, tehát jó edző lesz belőle. Teljesen úgy állunk hozzá, hogy ő a vezető edző, ő marad a vezetőedző, mind addig, amíg esetleg az új tulajdonosok más nem mondanak, de de a játékosok is, a stáb is, ő maga is úgy áll hozzá, hogy az Újpestnek ő a vezetőedzője. Milyen célokkal uh, vártak neki ennek a szezonnak? Tehát, hogy uh, vagy egyelőre most még akkor a, a célmeghatározás is tolódik egy kicsit? Hát az, az ne legyen, mint tavaly, tehát hogy ne a 11-12. helyenről nézzük a mezőnyt, akik előttünk vannak, és akkor végén kelljen nagyon beleerősíteni, tehát én magam, nem volt konkrétan cél meghatározás, mert ugye nem tudjuk még, hogy kik jönnek, kik mennek, ez egy, ez egy Újpesten ez egy képlékeny történet mindig a, a, különösen most, hogy most ki a tulajdonos, kinek a tervei alapján megy majd az erősítés, a játékos eladás, tehát nem ilyen értelemben nem tudunk semmit, én egy sokkal stabilabb őszi szezon szeretnék, mint a tavaly évben volt, jobb eredménnyel. Ez a csapat, ahogy felkészülünk véleményem szerint, amilyen játékos keretünk van, már játékosok tudják nagyjából, mit szeretne a krusics játszani, azt, azt meg is tudják valósítani. Ha egy-két poszton, különösen csatárposzton sikerülne erősítést végrehajtani. Ugye Berizsét már lejárt a szerződése, tehát ő már nincs a csapattal sajnos. Zizi, Zizi, Wadze. Zizi Wadze. van esély? Ugye most láttam, hogy tegnap ugye bejelentettétek, hogy visszatér Fehérvárra, de ez, nem tudom, hogy ez mennyire végleges, hogy még van esély arra, hogy esetleg visszatér Hát ő, 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 nagyon jól érezte magát Újpesten, ugye sikeres is volt. Hát, amennyi gólt rúgott, be, igen, igen, bele is illett a csapatjátékába, nagyon szerették a játékosok, nagyon jól érezte magát a közösségben. Tehát ő szívesen lenne Újpesten, tehát természetesen profi futbolista, akinek a karrierje végére valamiféle anyagi bázis össze kell hozni, tehát a pénz az jelentős tétel egy játékosok a karrier szempontjából. Hát ő most egy keresett játékos. Tehát Kiderül. Kiderül, igen. igen. Szóval minden esetben, ha lenne egy, tehát tudnánk egy-két jó minőségű támadót hozni, akkor ez a csapat az első ötben kéne, hogy mindenképpen. Milos Krustics hozzáadott értékét miben látod? a, a tavaszi meneteléshez? Ö, megtanította, tehát ő egy védőjátékos volt, a baloldali védőjátékos volt, tehát látszik, a, vé, a vérében van a védekezés. Tehát az első lépés az volt, hogy megtanította szervezetten védekezni ezt a csapatot. Ami annyit jelent, hogy például a 16-oson belüli védekezésünk az olyan, hát ott is vagyunk a játék, az ember mellett, de valahogy mégse elég közel, tehát ő ezt nagyon keményen kiverte a védőkből, és megtanította, tehát begyakoroltatta, hogy a boxon belül, 16-oson belül hogyan védekezünk, hogyan fogunk embert, hogyan tolódunk, mikor adjuk át, mikor... tehát gyakorlatilag ezzel kezdődött. Ha megnézed, akkor 16-oson belülről sokkal kevesebb gól kaptunk, mint, mint előtte, tehát ez volt az egyik. A másik, hogy ő nagyon keményen beleverte a játékosokba, például a támadásoknál, a csatároknak, szélső a mozgását. Ha a szélső a vonal mellett van, akkor a középpályás megejeb kell, hogy kerüljön, tehát egy sávba soha nem lehet. Tehát rendszer szerint futballoztatta ezt a csapatot, és mivel megvolt a minőség a játékosokban, és ezt viszonylag gyorsan megtanulták, megjelent a hatékonyság. Persze kellett hozzá diziváldni, elkezdődött a, a végén berúgós a helyzeteket, mert enélkül futballos te, ahogy akarsz, ha, ha nincs olyan játékosod elő, aki gólt tud rúgni, akkor el. Kádár Tamás emberileg nem illett ebbe a, a történetbe bele, vagy pedig a rendszerben, vagy, vagy, az ő kimaradásának mi az oka? Lehet, erősöd, hát, ez inkább azt mondanám, hogy csak nagyon röviden, hogy be, hogy inkább ezek, ez ilyen egy pillanat, fel, alatt feldobbanó személyes ellentét volt, tehát ennek semmi közel rendszerhez. A kapusaidról beszéljünk egy kicsit, ők milyen formában vannak? Ugye Filipp Pajovics és Banai Dávid, akik, akikkel együtt dolgozom, most már ugye a második évet kezded. Igen. Szerződésük van, tehát gondolom ők lesznek a, a, a két kapusod. A két hát egyen, egyenlő szerződés van, de tudod, a szerződés az olyan, hogy ki lehet tehát jön egy jobb ajánlat. De egy velük dolgozom, igen, meg két fiatal, fiatal emberrel, a Hámari Tomival és a Tehát négy kapusunk van, Hát ugye Bana volt a tavalyi évben egyértelműen kialakul, tehát az első időszakban két mérkőzésenként cserélgettük őket, hogy, hogy kialakuljon, hogy melyik, ki, melyikük az első számú. Bana lett az első számú kapus, és hát egy nagyon jó évet futott, mert második lett a kapusok ranglistáján a Dibus mögött. Ö, hogy holt versenyben, hát sose volt még ilyen jó éve. <laughs> Hála Istennek, úgyhogy valami módon visszatükröződik a elvégzett munka. Hát mi is keményebben dolgozunk, meg picit máshogy, mint az előző évben, úgyhogy én azt várom, mondjuk tőle, meg a pajótól is, hogy még egyet lépünk előre. Ugye te dolgoztál már annak idején Diósgyőrben, az MTK-nál, a Vasasnál, a Magyar Válogatottnál felnőtt szinten, de az Újpest azért neked mégiscsak egy különleges helyet foglal el a, a szívedben, hiszen itt indult a, a játékos pályafutásod még annak idején. Nosztalgia előjön még belőled olykor-olykor? Hát én azt, amikor oda kerültem Újpesten, akkor azt mondtam, hogy hát ez egy keretes szerkezet ezek szerint az én futballpályafutásomban, hiszen Újpesten kezdtem 14 évesen, 5 évig voltam Újpesten játékos, idők menet közben, miután abba hagytam, akkor három évig edző is voltam, tehát a fél Újpestnek a három éven keresztül a, az edzője voltam az utánpotlásban vezető edzője. és Simon Krisztián például nálam játszott, akkor a Litauszki Robi, a Nagy Dani, tehát gyakorlatilag volt olyan mérkőzés, hogy 5-6 olyan játékos szerepelt az Újpest kezdőcsapatában néhány évvel ezelőtt, akik, akik az én kezem alatt dolgoztak három évben keresztül, tehát így is kötődöm én a klubhoz természetesen. Elsősorban a keretes szerkezet másik vége, azt gondolom, hogy ez, a, ez az itt remélhetőleg nem egy-két éves időszak, amit itt fogok tölteni Újpesten. Akkor jól érzed magad? Jól, hogy ne, abszolút. Na, hát akkor sok sikert kívánok a, a, szezonhoz, meg hát akkor jó felkészülést. Most már hogy így benne vagytok a munkában. Köszönöm szépen, köszönjük szépen.